Szépen tisztelt elnök úr, a költségvetés vitája egy különösen érdekes dolog számomra. Azt láttam az elmúlt hónapokban, hogy a kormánypárt nem igazán érdeklődik észérvek iránt, tények iránt, ezért nagyon hálátlan egy ilyen felszólalásban, vagy egy ilyen műfajban konkrétumokkal foglalkozni és részletekkel foglalkozni. Ráadásul a mai világban talán a társadalom részéről is megvan az az igény, hogy próbáljunk meg egyszerűen fogalmazni nagyon fontos kérdésekben is. A költségvetés egy nagyon fontos kérdés mindannyiunknak, a mindennapjait meghatározza, nagyon sokat kellene vele foglalkozni. A kormány is megpróbált egyetlen egy jelmondatot mondani erről, nagyon jól tudja, hogyha azt ismételgeti, akkor van esély rá, hogy elhiszik. Azt hiszem, hogy ebben egyébként téved, mert amikor azt mondja, hogy ez a költségvetés a munkából élőknek a költségvetése, én nem nagyon hiszem el, hogyha ebbe bármennyire is sok milliárd forintot befektet, hogy ezt reklámozza, és bármilyen hatalmas média túlsúlyt befektet, hogy ezt reklámozza, nem nagyon hiszem, hogy az emberek többsége el fogja hinni, hogy ez a költségvetés a munkából élőknek a költségvetése. Én ezért próbáltam én is néhány jelmondatot találni, amelyik jól megmutatja, hogy milyen ez a költségvetés, és miről szól ez a költségvetés. Talán az első ilyen összefoglaló mondat az lehetne, hogy ez a költségvetés a csillagos, apróbetűs rész költségvetése. Hatalmas reklámkampányokat, propaganda kampányokat látunk, minden faluba eljutnak azok a plakátok, amelyek arról szólnak, hogy mennyire jó itt Magyarországon, és mennyire jól megy, meg szégyenítik ezek a plakátok a 50-es, 60-as évekbeli propagandákat, amikor azt láttuk, hogy mennyire erősek vagyunk, és az imperialista államok azok pedig mennek tönkre. Ehhez képest ez a költségvetés a csillagos apróbetűs rész költségvetése, hiszen a tisztességesebb kereskedelmi reklámoknál azért mindig oda teszik apróbetűs részekkel, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni, ez nem egy igazi ajánlat, menjen el azért a bankba, olvassa el azt a 50-60 oldalas részleteket. Az az autó, amit kitettek, az csak egy mutatvány, nincs azon annyi alkatrész, vagy nem olyan alkatrészek vannak. Ez a költségvetés ugyanilyen, ez maga a csillagos apróbetűs rész, aki ezen végig megy, látni fogja, hogy a hatalmas 50-60, 100, meg 200%-os emelések, bére emelések, ezek humbug, ezek nem igazak. Nincs megint napirenden az általános jellegű bérfejlesztés, nincs napirenden az, hogy valóban komolyan és érezhetően jobban éljenek az emberek, pedig jelen pillanatban erre egyébként lenne lehetőség. Egy másik jelmondat, amit tudnék ajánlani, és azt hiszem, hogy a kormány mondatánál jóval jobban leírja a lényeget, az pedig az, hogy ez a költségvetés nem a munkából élő költségvetése, hanem a mások munkájából élők költségvetése. Sajnos még ez sem teljesen igaz, mert csak a multinacionális vállalatok, a nemzetközi nagyvállalatok esetén lehet azt mondani, hogy ezzel a költségvetéssel jól járnak. A magyarországi vállalkozók, a kisvállalkozók, a közepes vállalkozók egyáltalán nem járnak jól. Hadd mondjak egy olyan szót, amit talán nagyon kevesen ismernek, vagy egy szó összetételt, én se ismertem egészen addig, amíg el nem olvastam a Horváth András feljelentésre adott gyakorlatilag elutasító ügyészségi választ. Ebben olvastam azt, hogy feltételes adó megállapítás. Feltételes adó megállapítás, nagyon érdekes szó. Ez arról szól, hogy a multinacionális nagyvállalatoknak külön szabályokat adunk, külön szabályok alapján tudnak adózni, és egyébként ebben a dokumentumban, amely egy nagyon fontos kordokumentum, az a ügyészi határozat, amelyik lezárja a Horváth András feljelentése alapján elindított eljárást, abban leírják, hogy egészen vezető, országos vezető adószakértők mondják azt, hogy a multikhoz nem lehet hozzányúlni, mert azoknak feltételes adó megállapításról van szó. Ez önmagában sem igaz, de az, ahogy gondolkodnak ezek az emberek az adóhatóságnál, ez mindennél többet elmond. Ez a költségvetés, ez a mások munkájából élő költségvetése, de sajnos nem a magyar kisvállalkozók és a magyar közepes vállalkozóknak a költségvetése, hanem a nemzetközi vállalkozóké, nagyvállalatoknak a költségvetése. Az LMP nem multiellenes, nem azt mondjuk, hogy ezeknek a vállalatoknak el kell mennie, mi azt kérjük, hogy ezek a vállalatok
legalább egy szinten legyenek a magyarországi kisvállalkozásokkal, nem el akarjuk őket üldözni, nem el akarjuk őket nyomni, hanem azt kérjük, hogy legalább élvezzék ugyanazokat az előnyöket élvezzék, mint a magyarországi kisvállalkozások, minimum eddig el kellene jutni, ebben a költségvetésben ennek nyoma sincsen. Még egy elszóról kell beszélnem, amit szintén a kormánytól hallottunk itt az elmúlt hetekben egyre többet, amikor azt mondja, hogy ha munka van, akkor minden van, mondhatnák azt is, hogy a munka szabaddá tesz. A munka van, minden van, egy hamis jelszó, nem tudom, hogy megvannak-e győződve erről, vagy csak azért mondják, mert ezt mondta a marketingesük, vagy a PR-osuk, hogy ezt kell mondani. A munka nem elég, a munkahely nem elég. Az a lényeg, hogy jó munkahelye legyen az embereknek, az a lényeg, hogy alkotó munkájuk legyen, jól megfizetett, motivált munkájuk. Az, hogy mindenkinek adok valamilyen munkát, ilyen-olyan munkát, rabszolgamunkát, ez nem elegendő, ez csak arra lehet jó, hogy alattvalókat termeljünk ki, olyan alattvalókat, akik a függőség miatt majd örömmel fognak, ha nem is örömmel, de fegyelmezetten fognak a kormánypártra szavazni. A munka minden van helyett, ha munka van, akkor minden van szó helyett, vagy mondat helyett, azt kell mondanunk, ha tudás van, akkor minden van. Ez is hiányzik a költségvetésből, hogyha ez lenne a jelszó, hogy tudás van, akkor a költségvetésben a jelenleginél jóval-jóval többet áldoznánk a tanításra, a tanulásra, az oktatásra. Ez az, amit felelős politikus és igazi politikus egy költségvetésben meg tudna tenni. Ez az, ami leginkább hiányzik ebből a költségvetésből. Végül, utalva egyébként szintén a képviselőtársamnak, Schmuck Erzsébet képviselőtársamnak a felszólalására, azt a jelmondatot is tudnám mondani erről a költségvetésről, hogy ez a költségvetés a lopás költségvetése. Azért, mert ez a költségvetés az Európai Uniós pénzeknek az elherdálásán alapszik. Nagyon kevesen gondolják azt át, hogy azok a pénzek, amiket a kormány kioszt, most már nem is azt mondják, hogy kioszt, hanem kipörget, kitalicskál, vagy ki szór az ablakon, ezeknek a pénzeknek egy durván harmada, ez visszakerül a költségvetésbe. Visszakerül adók formájába, járulékok formájában, egész egyszerűen a költségvetésnek ad egy olyan tartalékot, egy puffert, amit a magyar kormány nem felelősen használ fel, hanem elszórakozza. Ráadásul kimondva és dicsekszik azzal, hogy ő tulajdonképpen 2018-ig, vagy maximum 2019-ig az összes pénzt elköltené, már pedig erre egyébként 22-ig lenne lehetősége, de ő most akarja elkölteni néhány év alatt borzasztóan jól élhetünk idézőjelben, inkább azt mondjuk, hogy a kormány él jól, és utána pedig jön a nagy semmi, és jön az összeomlás. Dicsekedett itt a múltkor Lázár miniszter úr, hogy mit akarunk mi, hiszen az általunk emlegetett nevek, a Mészáros, a Garancsi, a Tiborcs, a Andi Vajna összesen az Európai Uniós pénzeknek 5%-át kapta meg, ez 500 milliárd forint volt az előző ciklusban. Ez a költségvetés, ezeknek az embereknek a költségvetése, nem pedig a munkából élőknek a költségvetése. Köszönöm szépen.